És még kapcsolódva az előző, egy kicsit a felsorolásban egy kizárójel, hogy nem tudom, mondtam-e már, vagy nem, de legyen elmondom mindenképpen. Tehát az emberek ugye állnak a genetikai programukból, és a saját maguk által létrehozott plusz hozzáadott személyiségből, és gyakorlatilag ez ugye az, ami örökletes módon fogja változtatni az utódjaiknak a genetikai állományát, ez, amit ők hozzáadtak. Meg hát ugye ami a kézzel fogható, ugye a saját személyiségük ugye változik meg ezáltal, tehát hogy mondjuk egy gyenge ember kompenzálódóan zsarnoki dolgokat ölt magára, vagy egy verekedős ember még agresszívebb lesz, hogy biztosítsa, hogy biztos, hogy eléggé durva legyen, hogy nehogy őt verjék meg, hanem inkább ő ver meg valaki mást, és így tovább, hogy ezek a szerepek, amelyeket magunknak találunk ki, nem, én nem, de az emberek többsége igen. És gyakorlatilag a baj, az mindig ezzel van, amit mi adunk hozzá emberek. Lehet, hogy van egy-két ember, aki jól adja hozzá, és az az új szerep, amit ő kifejleszt magának, az végül is tényleg egy evolucionális fejlődés, és egy emberiségbeli fejlődés, tehát az emberiség az jobb lesz tőle, meg a világ ezáltal. De nagy általánosságban a legtöbb eldobott fejlesztés, hogy úgy mondjam, hogy ez fejlesztésnek mondható, az pont ez a saját magad által létrehozott személyiséged. Mert gyakorlatilag az emberi toleranciát egymás között, meg az elfogadót, az empátiát és ezeket a dolgokat ugye zárja ki, löketi ki magából ezáltal. Tehát, hogy mondjuk egy embert mondjuk megsajnálsz, vagy együtt érzel vele, hogyha az bevallja, hogy igen, ő rosszul csinálta, hogyha ő tévedett, elnézést kér, tehát hogy ugye azt mondom, amikor megbánja a bűneit, ugye ezt nem én találtam ki, hanem ezt ugye a Bibliában írja, meg Jézusról volt ilyen dolog. És tehát ő volt az, aki ugye elfogadta a bűnbánatot, de igazából csúnya rossz a kifejezés, nem bűnbánat, hanem gyakorlatilag az ember akkor képes változtatni saját magán, amit ugye nem képes, és ezért mondtam, nem nagyon, tehát nagyon nehezen képes. Tehát ez az igazság, hogy képes, csak nagyon nehezen. És ezért változtatja meg inkább a maga körül lévő világot, mert azt is könnyen megváltoztatni, ugye ember lévén, de azt csak az ember tudja még azt is. Tehát, hogy azért változtatja meg inkább, mert hogy magán nem nagyon tud változtatni. És gyakorlatilag az, hogy viszont az, hogy elfogadna a másik ember. Hát, ja igen, és ez a bűnbánás helyett, ugye amikor rájössz, hogy rosszul csináltál valamit, ezt pontosan tudod. De egész addig, amíg nem vállalod fel, tehát nem vagy elég bátor az, hogy felvállalod, hogy rosszul csináltad, és akkor megtanul, először inkább tanulni helyette, hogy megtanult, hogy kerüld el, vagy hogy csináld jobban, egész addig nem fogsz tudni változtatni a genetikai programodon. Mert a genetikai programon úgy kell változtatni, hogy az ember saját magát változtatja meg, a személyiségét változtatja meg. És ezáltal majd ezt fogja továbbadni az utódainak, és így fogja létrehozni egy olyan egyedet, aki már nem rendelkezik ezekkel a hibákkal. Tehát gyakorlatilag az ember, aki egyszerűen gyával ismerni azt, hogy hibázott, mert az annyira nincs önbecsülése, hogy ezt kompenzálódóan mindegy. Tehát, hogy ezt akarja inkább kompenzálni, és hogy nehogy, mert akkor ha elismerni, ő úgy érzi, hogy ha elismerné, hogy hibázott, akkor összedőlne ez a kártyavár, amit épített. És hát igen, az igazság az, hogy az ember, aki végül változtat abból a 7 milliárdból, és aki újat fog örökíteni, az nagyon sokszor ugye összerombolja a saját maga világát. Hányszor terveztem már magamat másra, énekli a 30Y-on is, énekeltem nagyon régen. És ha bár ez egy elismert gyengeségnek minősített, a nép tömegek által gyengeségnek minősített dolog, de ez az igazi bátorság, mert ha én nem vagyok jó, akkor változtassak rajta. Nem? Tehát ha én nem vagyok jó, akkor csináljam olyan rosszra a körülöttem lévő világot is, hogy végül passzoljak bele. Mert ez az, amit csinálnak az embertömegek. Hát igen, meg lehet csinálni, és ezt csinálták egész a mostani világig, és ezért olyan rossz a világ, ezért egyre rosszabb. Ezért tűnik el a szeretet az emberi, ezért
nem vágysz, aztán végül a másik ember nem egy, gyakorlatilag az ember utálat, az ugye azért van, mindenkit utálsz, hiszen akit utálsz, arra már biztos nem fogsz vágyni. Tehát nem lesz végül olyan ember, mert az az összes többi ember is pont olyan, mint te, azt csinálja, hogy nem magát változtatja meg, és nem ismeri a hibáit, nem ismeri be a hibáit. Tehát beismerni kell, az is egy dolog. Igen, nagyon, nagyon ügyes találmány, nem elismerni kell, hanem beismerni. Az elismerés az megint kifele irányul, ami egy fölösleges kifele irányuló dolog, és nem is hatásos, nem is választjátok ezért. De a beismerés, ha önmagadnak legalább beismered és változtat magadon, akkor már is jobbá tetted a saját életedet, mert már nem esel vissza ugyanazokba a hibákba, hiszen azért kell változtatni, hogy ne menj át még egyszer ugyanazokon a hibákon, hogy végül tönkre tegyenek és széjjel szedjenek ezek az ördögi sátáni beépített genetikai programok beléd. Úgyhogy az a lényeg, hogy tehát beismerni kell saját magad számára, és akkor ezáltal meg tudsz változni te magad, és akkor már, ha te tudod, hogy meg tudsz változni, tudod, hogy az ember képes rá, akkor azt is tudod, hogy minden ember képes rá. És ha már te találtál egy utat, vagy kettőt, hármat, ahogy ezt megcsináld, akkor ezt tudod keresni a másik emberbe is. És akkor innentől kezdve már az emberek egymás felé nyitnak, és nem egymás felől elzárkóznak. Tehát nagyon fontos, hogy ha te már tudsz valamit, azzal a világot megváltoztattad, és azáltal már van, megkapod, visszakapod te, tehát te nyersz fel, te kapsz érte fizetségképpen remény, egy reményt a másik ember irányába. És egy működő reményt. Tehát egy olyat, ami igazi, valódi remény, és nem csak reménynek cicumázott valamit, ilyen üzleti fogás, amit ugye rátok már. Na, úgyhogy a lényeg az egészben az, hogy amit elkezdtem mondani, hogy gyakorlatilag az a rossz az emberekben, azért vonják ki magukat, kalapálják ki magukat végül a megbocsátásból, az elfogadásból, és löketik ki magukat az emberek szeretetéből és az emberek gondolkodásából. Tehát azáltal, amit ők magukra fejlesztenek, egy kitalált személyiség, mert az sose nem jó. Dobják el a kitalált személyiségüket, gyűrják el, és csinálják újra, és tervezik magukat újra, egész. Csak addig, ameddig szükséges. Hiszen amikor már jó, akkor már nem szükséges, tovább ezt csinálják. Addig kell csinálni valamit, amíg jobb nem lesz, nem ameddig az első kudarcér, vagy valami. Ez van. Tehát az emberek dobják el, ez a lényeg, dobják el ezt a gyártott szerepet, ezt a személyiséget, amit ők csinálnak, az egyéniség, amit ők csinálnak, vagy személyiség, tök mindegy, mert hamis. Ők is tudják, hiszen ők hozták létre, dobják el maguktól, és merjék, legyenek bátrak, és merjék felvállalni azt, hogy ők olyan emberek, akik ugyan rosszra lettek gyártva, rosszul lettek legyártva, és nem tehettek a hibáikról, viszont erősek és képesek rajta változtatni. És ez a lényeg. Ez az ő igazi személyiségük, ezt mutassák meg. Hogy változtatunk.